Köszöntöm M. Toronykői Márta rendőralezredest, a megyei bűnmegelőzési osztály vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm Önt és a kedves nézőket is! Nagyon sok mindenről kellene most beszélgetnünk, rengeteg mindent csinálnak még így a vírushelyzet idején is. Akkor kezdjük talán azzal, hogy felvették a kapcsolatot a Gál Ferenc Egyetemmel. Hogy kerültek oda és mit csinálnak Önök ott? Gyakorlatilag a felsőoktatásban való jelenlétünk, most, hogy a megyét nézzük, az már több mint 20 esztendőre vezethető vissza. A Szegedi Tudományegyetemmel indult még 2000-es évek elején a kapcsolat. Az kiteljesedett a legszebb időszakunkban, 3 kurzust is vittünk a Szegedi Tudományegyetemen, és aztán ez adott volt, és adódott is, hogy a másik felsőoktatási intézménnyel, még annak idején a Gál Ferenc Főiskolában is fölvegyük a kapcsolatot. Ez a 2019-ben meg is történt egy együttműködés keretében. Akkor a Békés megyei rendőrfőkapitány, a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság, a püspökség és a maga főiskola, tehát a felsőoktatási intézmény egy 4 oldalú együttműködést írt alá, azzal, hogy bűnmegelőzési prevenciós kurzusok indulnak egyrészt Szarvason a tanárképzők, arról másrészt pedig itt Szegeden, és mi bekapcsolódunk, mint bűnmegelőzési osztály, illetve mint főkapitányság a teológiai oktatásba. Így most már évek óta viszünk kurzusokat, ez mindig a tanév második fél évére esik ez a kurzus, illetve a tárgyévnek az első fél évében indítjuk a prevenciós kurzust, és mivel a 112-es szervezetekkel is már évek óta nagyon jó, nagyon szoros, egymás segítő kapcsolatban vagyunk, így adott volt, hogy nem csak mi, mint a bűnmegelőzés, hanem így holisztikus rendszerben gondolkodva, ők is részt vesznek az oktatásban. Most a járványügyi helyzetre való tekintettel online folyik az oktatás. 11 órát tartunk, ebbe a jogi háttér tudnivalóktól kezdve, egészen a katasztrófavédelem, az elsősegélynyújtás, a mentőszolgálatnak a dolga, és természetesen a bűnmegelőzés és balesetmegelőzés legfontosabb tudnivalók benne vannak. Május közepén végződik a kurzus vizsgával, és mintegy 20-25 hallgató az, akiről évről évre számítunk, hogy részt vesz ebbe az oktatásban. Ez egy abszolút hiánypótló dolognak tűnik. Ugye nem nagyon volt még ilyen, én legalábbis nem hallottam róla. Hát egyáltalán nem, viszont a hiánypótlásról, ha egy picit beszélünk, azért is nagyon fontos, mert gyakorlatilag ezek a szakemberek, hitoktatók, leendő lelkészek, papok, gyakorlatilag, és tehát ez a Gál Ferenc egyetemi része, ha pedig a tudományegyetemben gondolkodunk, akkor a leendő generációnak a mentorait oktatjuk most, tehát nagyon fontos ez, hogy olyanoknak adjuk át a tudnivalót, aki majd pár év múlva gyerekekkel fog foglalkozni. Tehát, hogy gyakorlatilag képbe lesznek a legfontosabb tudnivalókkal, és ezt át is tudják adni a jövő nemzedékének. És szintén nagyon fontos, ha nem még fontosabb az, hogy az óvodákba is bemennek, ugye? Hát ők a legkisebbek, akikkel már lehet ilyesmiről beszélni. A Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának van egy úgynevezett lépésről lépésre a biztonságért programja, amelyben gyakorlatilag eddig az évig az alsósoktól egészen, most itt ha néztük, az egyetemistáig voltak programok, prevenciós programok. Egyedül az óvodások maradtak ki ebből a programból, és úgy gondoltuk, kihasználva a tavalyi évnek a kicsit csöndesebb, tehát hogy nem mehettünk, nem tarthattunk kapcsolatot a lakossággal, csöndesebb időszakát, hogy elkezdünk kidolgozni egy programot. Ennek az óvodai programnak, amely a Panna és Barna biztonság bolygója elnevezését kapta, az a különlegessége, és ezért is volt külön nagyon jó ezen a programon dolgozni, mert ez egy úgynevezett fúziós program lett, ami azt jelenti, hogy kicsik óvodások dolgozták ki, vettek részt ennek a programnak a kidolgozásába, tehát kicsik dolgoztak kicsiknek, ez pedig úgy volt lehetséges, hogy az osztályon lévő munkatársak összességében 7 kisgyerekkel rendelkeznek, az azt jelenti, hogy 3-tól 7 éves korig van az osztályon gyermek,
általuk jónak gondolt témákat dolgoztunk ki a segítségükkel, és létrejött egy olyan összetett komplex program, amely óvodásoknak szól, úgyhogy tudják használni az óvodák, óvodapedagógusok, de tudják használni a szülők is. Foglalkoznak prevenciós témákkal otthon a gyerekekkel, kitölthetnek munkafüzeteket, foglalkoztató lapokat hoztunk létre, játékokat készítettünk óvodásoknak, szóló memóriakártyát, puzzle-t, és ami egy érdekesség, és tudtam, hogy nincs is ilyen az országban, készítettünk 3 darab úgynevezett matatófalat, ami a gyermekek kézügyességét vizualitásán keresztül támogatja az alapvető prevenciós ismeretek elsajátítását, gondolva itt a vagyonbiztonságra, az otthonbiztonságra, de ugyanakkor gondoltunk, mert mondtam, hogy biztonság bolygója. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos részét képezi a programnak a környezet tudatos nevelés, a szelektív hulladékgyűjtést ugye már ilyen pici korban kell elkezdeni, és a közlekedés biztonság is nagyon fontos, mert a gyerekek ugye hát ennyi óvodásként kezdenek el kerékpározni. Fontos az, hogy milyen védelmi eszközöket használnak, és hogy a kerékpár vagyonvédelme és a közlekedés biztonsága szempontjából is helyes legyen. Erről mindenképpen fogunk még beszélni, mert ez azt gondolom, hogy nagyon fontos téma, de ha már biztonságról van szó, akkor térjünk át egy picit más vizekre, evezünk. Ugye a vírushelyzet bizonyos szempontból biztonságosnak tekintett, ugye otthon vagyunk, de vannak olyan bűncselekmények, bűnesetek, amik pont ezt használják ki, ugye? Természetesen minden atipikus helyzetet vannak, akik kihasználnak, és így az idősek is a csalások által fokozottan ki vannak téve veszélyhelyzetnek. Ez az unokázós csalás, ugye? Az unokázós csalásokra gondoltam, ami sajnos az elmúlt időszakban egy ilyen elszaporodó vagy növekvő tendenciát mutat. Kihasználják az időseknek a bizalmát, kihasználják azt, hogy már régebb óta nem tudtak a szeretteikkel találkozni, bizalmukba férkőznek, különböző trükkökkel, például telefonon fölhívják az időseket váratlan, szokatlan időpontba sürgető módon, azzal, hogy valamelyik szerettük bajba jutott, utaljanak, vagy hát vigyenek pénzt, küldenek érte kontaktszemélyt. Azt tudjuk mondani, hogy minden ilyen helyzetben azonnal bontsák a vonalat, bontsák meg a kommunikációs csatornát, és rögtön hívják föl a hivatkozott szerettüket, ellenőrizzék vissza ennek a dolognak a tényszerűségét, azonnal hívják a 112-es hívószámot. Volt is az elmúlt időszakban ilyen esemény, ahol ezt pont ezzel a technikával meg lehetett előzni, hogy a bűncselekmény megvalósuljon. A másik, ugye megmondtam, az internetnek a veszélyei. Itt is kaphatunk olyan e-mail rákattinthatunk olyan álweboldalakra, amik adategyeztetéssel, adatkinyeréssel próbálnak bennünket megkárosítani, megkereshetnek bennünket egészségügyi személynek kiadó csalók, magukat kiadó csalók, hogy különböző egészségügyi készítményekkel, ajánlatokkal hogy tudnánk előnyhöz jutni. Mindig gondoljunk arra, hogy ennek megvan a hivatalos oldala, a vakcinainfo.gov.hu oldalon minden fontos, autentikus információt megkapunk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és ezt a sok-sok hasznos információt is. Köszönöm, viszont hallásra, látásra.